Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom bemutatni, hogy miként tudjátok megnézni, hogy mennyit keres egy cég. Mondjuk kíváncsi vagy, hogy megy az a hamburgeres, ahová enni jársz, vagy mondjuk mennyit keres az a webshop, ahol a cipődet vetted, nem tudom, esetleg a barátod cégét csekkolnád le. Ennek semmi akadálya, ezek teljesen nyilvános, ingyenesen elérhető adatok. De nem csak a nyereségességét tudod megnézni egy cégnek, hanem tételesen a kiadásait. Sőt, akár azt is, hogy mennyi befektetett eszköze, például gépei, vagy éppen mennyi tartozása van. Ez többször is hasznos. Egyrésztről lehet, hogy mondjuk egy partner céget akarsz mondjuk leellenőrizni, hogy kellően biztonságos-e, de az is lehet, hogy mondjuk egy vállalkozási ötleten gondolkodsz, és meg akarod nézni, hogy miként is néz ki a konkurencia pénzügyi helyzete, mennyire nyereséges. Akár ötletgyűjtésre is remek. Múltkor például egy drótkerítéseket gyártó cégnek néztem egy utána, és csodálkozva láttam, hogy milyen alacsony befektetett eszközállománnyal, milyen szép profitot csinált. Ez a módszer szerintem szuper lehet, hogy kellően profitabilis üzleti modelleket keres. Készen állsz? Akkor gyere, vágjunk bele! Minden cégnek évente el kell készítenie a beszámolóit. Ebben a magyar szabályozás szerint kötelezően a mérleg és az eredmény kimutatás van benne. Lehet, hogy hallottál már ezekről, főleg, hogyha volt ugye a számvitelórád, de bárhogy is, ne aggódj, ez sokkal egyszerűbb, mint így valószínűleg gondolod. Az eredmény kimutatás, hogy a neve is sugallja, a cég éves eredményét fogja bemutatni, kezdve azzal, hogy mennyi volt a teljes bevétel, abból levonva a költségeket, milyen eredményt, vagyis milyen nyereséget, illetve veszteséget ért el a cég. A mérleg pedig azt mutatja meg, hogy mekkora vagyon áll a cégben, és ezt a vagyont ezt milyen forrásból finanszírozták. Ennek a mérlegnek tehát két oldala van. Az eszközök mutatják a vagyon értékét, amit a cég birtokol, a források pedig azt, hogy ezeket miből vásárolták meg. Például, hogyha vettem egy asztalt, akkor az eszköz. És miből vettem, mondjuk hitelből, akkor az a forrása. De lehetne a saját tőkém is a forrása. Ha egy magyar cégnek, mondjuk egy KFT-nek akarunk utána nézni, akkor nincs más dolgunk, mint felmenni az e-beszámoló oldalra és megadni a cég adatait. Én most az egyik kedvenc budapesti hamburgerezőmet fogom használni példának, az Attabolt. Bocs, srácok, hogy nyilvánosan turkálok itt a zsebetekben, csak cserébe legalább elmondom, hogy azért szeretem ezt a helyet, mert hát van vegán, meg van nem vegán étel is, meg van mindenmentes kaja, így igazából bármilyen társasággal be tudunk ülni, és mindenki talál magának megfelelő ennivalót, és ebből kifolyólag egyébként az üzleti modell is szerintem nagyon rendben van, egyébként jó helyen is van a Blahalúza környékén. No, de nézzük meg, hogy hogyan teljesített üzletileg. Először is felmegyek a weboldalukra, ahol kiderítem, hogy melyik cég van a tevékenység mögött. Ez az ASF-ben, vagy az adatvédelmi tájékoztatóban alig, hanem nagyon valószínűleg szerepelni fog. Itt találjuk, hogy ez nem más, mint az NYDFI Kft. Érdemes lehet rákeresni így a cégnévre is, hogy nem végez-e más tevékenységet, nincs-e több üzlete, hiszen akkor azokkal együtt tudjuk csak majd értékelni a látottakat. Ha képbe kerültünk, akkor pedig irány az elbeszámoló oldal, és megadjuk a cégnevet. Két találatot látunk, de mindkettő ugyanaz a cégnév, itt csak az adatokban volt egyébként változás, hogy nekünk az kell, amelyikben a legújabb beszámolót találjuk. Itt a legutolsó üzleti évet záró linkre kattintva az utolsó elérhető beszámolót látjuk. Ez általában a tavalyi év, de az is lehet, hogy ennél valamivel régebbi. Attól függ, hogy az év melyik időszakában nézed éppen. Na nézzük! Kezdjük az eredménykimutatással. Van itt egy értékesítés nettó árbevétele sor, ez kvázi az összes eladott árut és szolgáltatás tényleges bevétele. Ennyi pénz jött tehát be a cégbe a normál tevékenységből, és most elnézést, hogy a konyha nyelvet használok, de nem akarom túl bonyolítani. Ezen kívül voltak egyéb bevételek, amik például eszközök értékesítéséből származhatnak, tehát ami nem a fő tevékenységből közvetlenül jött be. De ez még ugye nem a profit, hiszen vannak ráfordítások, például ugye hamburgerekhez az alapanyagokat meg kell például venni, ezek ugye az anyag jellegű ráfordítások. Már is egy tök jó számot kapunk az üzleti becsléseinkhez arról, hogy X bevételhez mekkora anyagköltség társul majd nagyjából, hogyha mi is egy hasonló üzletet akarunk. Aztán ott vannak a személy jellegű ráfordítások, amikben pedig az alkalmazottak bére tartozik bele. Aztán vannak itt egyéb kisebb költségek, más sorok, ha ezek érdekelnek minket, vagy érdekel téged, akkor simán csak rákeresel, és megtalálod, hogy mik kerülnek ide. Az értékcsökkenési leírást érdemes még megemlíteni, az nem egy valós kiadás olyan szempontból, hogy azt a pénzt nem költötte el a cég,
de elvileg ennyivel érnek kevesebbet az eszközei az amortizáció miatt. Például a gépek ugye egyre használtabbak, így azok értéke csökken. Ezt jelenti ez a sor. Aztán kapunk egy üzleti eredményt, ami a cég üzleti tevékenységének az eredményességét mutatja. Ez kis cégeknél már nagyon-nagyon közel szokott lenni a végső eredményhez, de még azért elképzelhető, hogy a pénzügyi műveletek ezt árnyalják egy picit. Lehet a cégnek például befektetése, amin szintén lehet nyeresége vagy vesztesége, és az ugye nem a hamburger készítéshez kapcsolódik, de hát mégiscsak meg kell jelennie valahol, ezért ezt itt külön látjuk. Végül látjuk az eredményt, a fizetett adót, majd az adózott eredményt, ami a cég éves nyeressége. Ebből lehet osztalékot fizetni, vagy ezt a pénzt a cég tovább viheti a következő évre. Itt azt látjuk tehát, hogy egy 270 milliós értékesítésből mintegy 20 millió forintos nyereség keletkezett. Ebből kiszámolhatod például, hogy mekkora marzsa van a cégnek, ugye ezeken a hamburgereken, és láthatod, hogy hát azért nem túl nagy. Jó sok hamburgert el kellett adni azért a 20 milliós profitért, ugye? Na jó, de azért 20 millió forintos nyereség nem rossz. Kérdés, hogy ezért mekkora pénzt kellett befektetni a cégbe. Nézzük meg a mérleget, és derítsük ki, hogy milyen eszközök vannak benne, és azokat az eszközöket miből finanszírozták. A befektetett eszközök csoportjában három alcsoportot látunk, vannak immateriális javak, amik ugye nem kézzel fogható dolgok, vannak a tárgyi eszközök, mint a gépek és a pénzügyi befektetések. Nyilván egy hamburgerező esetén főként az eszközök vannak túlsúlyban, látjuk, hogy 100 millió forint áll fizikai tárgyakban. Aztán ott vannak a forgóeszközök, amik nem állnak, hanem folyamatosan forognak, mint ugye például a raktárkészlet. Veszem, eladom. Veszem a bucit, eladom. Látjuk, hogy a készletben van 3 millió forintnyi eszköz, valamint van ott egy elég nagy követelés, ami azt jelenti, hogy valaki tartozik a cégnek. Ezt például jól lenne tudni, miért van itt 80 millió forintnyi követelés. A többi sort most hagyjuk. Nyugodtan nézz utána, hogyha érdekel. Összesen 230 millió forintnyi eszköze van a cégnek, erre érte el a 20 milliós profitot, ami így már azért nem olyan sok. Na de ez a 230 millió forint nem biztos, hogy mind a tulajdonosok pénze, lehet, hogy egy része hitelből van. Ezt a forrásokból tudjuk meg. A saját tőke, amiben benne van a jegyzett tőke, az adózott eredmény, amit ugye most értünk el idén, valamint az eredménytartalék, ami a korábbi évek eredménye, az mondhatni, tehát ez maga a cég saját pénze. Ezt vagy a tulajdonosok tették be, vagy idővel a cég megtermelte. Ez ugye 91 millió forint összesen. A saját tőkére vetítve a hozam így már kicsit több mint 20%. A kötelezettségeknél pedig látjuk, hogy a cégnek van több mint 100 millió forint tartozása, hitele. Ezt lejárat szerint látjuk tagolva is, rövid, ami egy éven belül lejár, hosszú, ami ezen túl jár le. A források és az eszközök pedig ugye mindig egyenlőek, hiszen minden eszköz keletkezett valamilyen forrásból. Nagyjából itt azt látjuk, hogy az eszközök fele saját pénzből, fele pedig hitelből van. Ha megnézel mondjuk 3-4 helyet, ami hasonlít ahhoz, amit te szeretnél nyitni, és ilyen mélységben elemzed őket, akkor már sokkal előrébb leszel, mint a legtöbb kezdő kisvállalkozó, aki csak úgy beleugrik valamibe. Ugye jól hangzik, hogy milyen drágán el lehet adni a hamburgert, de ha megnézed, azért elég nagy kiadásai vannak a cégnek. Egy elsőkörös elemzéshez szerintem például szuper egy ilyen elemzés, amit most csináltunk, de én azt sem vetném el egyébként, hogy akár személyesen el lehet menni a konkurens üzletekhez, és pár napon keresztül összeszámolnám a vevőket. Ebből például rögtön kapnék egy átlagos kosárértéket például, hiszen azt, hogy mennyi az összeladás, azt láttuk a mérlegből. Vagy egy kérdőjével kiállsz az üzlethez, és megkérdezed az embereket, hogy miért járnak ide, mi az, amit imádnak itt, és mi az, amit mondjuk utálnak. Ebből ötleteket szerezhetsz a pozícionálásra, tanulhatsz a másik hibájából. Most egyébként a hamburgerező az csak egy hirtelen példa volt, ezt bármilyen céggel meg tudod csinálni, sőt, szerintem az üzleti tervezésnél ez egy igen fontos lépés. Sokkal precízebb lesz a becslésed, és azt is jobban látod, hogy egyáltalán érdemesebb belevágnod egy adott vállalkozásba. Csináltam egyébként Domán Zsolttal egy webináriumot arról, hogy miként indíthatod el az első vállalkozásod, hogy az sikeres is legyen. Ennek a linkjét az beteszem majd ennek a videónak a leírásába. Remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót, remélem, hogy tudtam valami újat mondani, és te is használni fogod tudni ezt az elbeszámoló oldalt, és tudsz majd elemzéseket készíteni. Köszi szépen, hogy itt voltál velem, sok sikert kívánok, hajrá!